Ha van 5 perced és szeretnéd felidézni, hogy mi történt eddig a trónok harcában, akkor íme a 4. szezon eseményeinek összefoglalása. Csak aztán vigyázz ne, hogy elmenjen a kedved a lagziktól, és mint mindig ezúttal is figyelmeztetünk, hogy felnőttes tartalmakat fogunk előtted feltárni. A 4. szezonban megkapjuk a Westeroszi kirakós újabb darabkáit a Dorne Oberyn Martell herceg és Homoki Elária képében, akik Joffrey menyegzőjére érkeznek meg királyvárba. Oberyn nem tárgyalni akar, hanem bosszút állni szeretne meggyilkolt testvérén Elián. A Lannister familiának végre valahára elfogy a szerencséje, amikor Joffreyt halálra mérgezik a saját lagzián. Talán Melisandre átkahatott, talán a sors vágott vissza a vörösnászért, vagy talán csak ezt érdemli meg az, aki 3,5 évadon át bicska nyitogatóan viselkedik, de a lényeg, hogy végre megszabadultunk egy irritáló zsarnoktól. Cersei kapásból Tyriont vádolja meg a gyilkossággal, bár négy szem közt Olenna asszony és Kisúj is magának tulajdonítja a dicsőséget. Margaerynek azt tanácsolják, hogy septében csábítsa el Joffrey örökösét, Tomment, ami egy cseppet azért korainak tűnik, hisz érted, hát még csak gyerek. Eközben Sansa megragadja az alkalmat és meglép a városból, hogy aztán a völgyben Kisújjal az oldalán csatlakozzon Lysa nagynénjéhez. Kisúj nem is húzza az időt, hamar megszerzi magának az irányítást, Sansát pedig felkészíti a következő kihívására. Cersei megparancsolja Jaime-nek, hogy vadássza le a szökemény Sansát, annak azonban végre feltámad a lelkiismerete, így inkább frissen kovácsolt valíriai acélkardját, valamint az ügyetlen apródott Podrickot is Brienne-re bízza. Akinek az a küldetése, hogy találja és védje meg Sansát, amivel Jaime az elhunyt Catelyn Stark felé szeretné törleszteni adósságát. Tyrion megpróbálja megmagyarázni, hogy semmi köze Joffrey halálához, ám amikor még a szeretője Shay is elárulja, Tyrionnak nincs más választása, mint hogy párbajban próbálja megvédeni magát. Cersei a félelmetes Gregor Clegane-t, azaz a hegyet választja bajnokának, miután Jaime és Bronn is visszautasítják a csábító ajánlatot, Oberyn boldogan lép a helyükbe, hogy így beteljesíthesse bosszúját. És majdnem sikerül is neki, majdnem. Jaj, hát olyan közel volt. Oberyn mérgezett pengével legyűri a hegyet, már épp kezdenénk örülni, hogy hát mégiscsak van igazság Westeroson, míg végül Oberyn egy pillanatra nem figyel, és ez történik. Foly. Cersei ráadásul még a helyi őrült doktort Qyburnt is megbízza, hogy állítsa talpra a halálos sebet szerző hegyet, úgyhogy még ennek a baromarcúnak a halálának sem örülhetünk. Szerencsére Jaime segítségével Tyrionnak sikerül meglógnia, aztán pedig az apját és Shayt is megbünteti árulásukért. A családi problémákat letudva csatlakozik Varyshoz, akivel átkelnek a keskeny tengeren Essosba, ahol Daenerys épp azt tanulja meg, hogy királynőnek lenni nem annyit jelent, hogy van egy bazi nagy sereged meg 3 sárkányod. Mikor felszabadítja Meereen rabszolgáit, Essos más városaiban is lázadások törnek ki. Dany elküldi a hűséges és időközben plasztikai műtéten átesett Dariót, hogy tartsa fent a rendet, Westeros invázióját pedig elnapolja. Meglehetősen kellemetlen híreket kap, mikor egy elfogott üzenetből kiderül, hogy Ser Jorah végig kém volt. A sárkányaival sincs könnyű dolga, akiknek nehéz serdülőkoruk van, ezért szabad idejükben jószágokat és embereket gyújtogatnak. Dannynek nincs más választása, mint hogy száműzze Ser Jorah-t, tűzlehelő kamaszait pedig szobafogságra ítél, amíg meg nem tanulnak viselkedni. De ha valakinek igazán rossz dolga van a 4. évadban, az nos ismét Theon Greyjoy. A 3. szezon hónapokig tartó kínzásait követően durva Stockholm-szindróma alakul ki nála, és teljesen átalakul bűzössé, a fattyú havas Ramsay gyáva ölebévé. Ramsay, aki nagyon szeretné megkapni a Bolton nevet apjától, elindul területeket visszafoglalni a Vas-szigetek szülötteitől, és levadászni Brent és Rickont, az egyetleneket, akik fenyegethetnék a családjuk deres feletti uralmát. A Stark testvéreknek azonban nem könnyű a nyomára bukkanni, miután összefutnak az éjjeli őrség dezertőreivel Craster erődjénél, eljutnak a háromszemű holló otthonába. Jojen sajnos elhullik, miközben az élő halottaktól próbálja megvédeni a Starkokat, Bran pedig végre találkozik az ősöreg látnokkal, aki elmondja neki, hogy ha bár járni már sosem fog, megtanul majd repülni. Ami igazából jó hír. Szintén északon havas Jon visszatér a Fekete Várba, ahol sikerül meggyőzni a bajtársait, hogy igazából nem is csatlakozott a vadakhoz. Az éjjeli őrség csak épp hogy vissza tudja verni a vadak masszív támadását, ám mindkét oldal kemény veszteségeket szenved el. Az áldozatok között van Jon szerelme, Ygritte is. Jon nem lát más kiutat, mint hogy ismét a falon túlra megy, és megpróbálja megölni Mance Rayder-t. De mielőtt még ebbe belefoghatna, Stannis Baratheon megérkezik frissen vásárolt zsoldos serege élén. Stannis ugyanis úgy gondolja, hogy a fekete vízi csatában már majdnem megszerzett trón elnyeréséhez először északot kell magáévá tennie.
Ami a Stark család utolsó tagját illeti, Arya a negyedik évadban a vérebbel utazgat fel alá. Visszaszerzi ellopott fegyverét, a tűt, legújabb utitását pedig közelebbről is megismeri. Mikor belebotlanak Brienne-be és Podrickba, a vére pedig súlyosan megsérül, Arya úgy dönt, hogy ideje végre elvágni a kötelékeket és elindul Braavosba, ahol reméli, hogy megtalálja Jaqen H'ghart és kitanulhatja a családja megbosszulásához szükséges mesterségeket. Egy gyermek keresztül utazik a félvilágon, hogy megtanulja, hogyan lehet belőle kegyetlen bérgyilkos. Mégis mi baj történhet? Ha tetszett a videó, akkor feltétlenül csekkoljátok a korábbi évadok összefoglalóját, és iratkozzatok fel ránk a következőkért, meg egyéb trónokharca cuccokért, amiből lesz néhány a következő hetekben. Sziasztok!